egészen addig terjednek ugye az elméletek, hogy ezt valóban a háttérből szervezték. Meg itt ugye vannak olyan ráutaló jelek, amiket még egyelőre nem bizonyított senki, hogy Bolsonaro, illetve családtagjai miért látogattak az Egyesült Államokba a választások környékétől egészen ugye mostanáig többször találkoztak Trumppal, vagy a Trump köreihez köthető meghatározó emberekkel, akik a január 6-ai washingtoni eseményekben is részt vettek, tehát egészen az összeesküvés elméletekig, illetve az összeesküvésnek a tényállásáig tartanak ezek a feltételezések, egyelőre tényleg még csak feltételezések, és hát a nyomozás az most folyik. Brazíliában rendkívüli események történtek az elmúlt napokban, a nemrég lezajlott választás után tüntetések törtek ki, illetve lehet olvasni olyan friss híreket is, hogy elfogató parancsot adtak ki a Brazília volt igazságügyi minisztere ellen. Na hát ezekről a témákról fogunk beszélgetni a következő percekben, vendégem pedig Fogel Dávid, Latin Amerika szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Még a brazíliai választások előtt voltunk, amikor legutoljára beszéltünk itt a Hit Rádióban, és akkor már látszott, hogy valószínűleg Lula nyeri meg azt a választást, és talán említést is tett róla, hogy reméli, hogy nem lesznek tüntetések, mert hogy maga a kampány is már elég erőszakosra vagy agresszívra sikeredett. Hogyan lehet az, hogy ugyan a választások után nem sokat hallottunk olyan nagyobb szabású tüntetésekről, most viszont elég komoly dolgok történtek az elmúlt napokban? Igen, sajnálatos módon elég sok párhuzamot lehetett felfedezni, mert korábban is egyébként Jair Bolsonaro 4 éve és Trump 4 éve kapcsán, de a választások mindenképpen nagyon sok párhuzamot mutattak. Ahogy itt már a választás tisztaságának lebonyolítása, stb. Nem akarok, ugye ezeket már beszéltük, nem akarok belemenni a részletekbe, de a választásokat követően talán otthon nem kapott akkora hírt, mert valóban nem égtek épületek és nem voltak fosztogatások, de különböző nagyságú táborokat állítottak fel a Jair Bolsonaro mellett protestálók, katonai bázisok mellett, némelyik elég nagy volt egyébként, és ezek még mindig ott vannak. Ők a támogatásukat akarták kifejezni, illetve azért mentek a katonai barakok mellé, mert szerették volna elérni, hogyha a katonaság Jair Bolsonaro mellett kiáll, és egy pucs keretében őt a hatalmon tartja, és nem engedi, hogy Lula letegye az esküt ugye január 1-én. Tehát ez volt az elmúlt mondjuk 2 hónap, és valóban, ahogy letette Lula elnök az esküt, utána kezdődtek meg bizonyos szerveződések, amiket a közösségi médiában most már így utólag okosan fel lehet fedezni. Sajnos akkor ez nem kapott akkor a figyelmet, és aztán január 6-a követő hétvégén, tehát most a legutolsó hétvégén pedig hát megtörténtek ezek az események. Ezekről az eseményekről beszéljünk akkor egy kicsit, hogy mik is történtek pontosan, és lehet-e tudni azt pontosan körvonalazni, hogy milyen csoportok állnak ezek mögött, akár a tüntetések mögött, akár a hatodikai események mögött? Tehát lehet ezt látni, hogy kik szervezik konkrétan az eseményeket? Igazából hát elég sok minden ment párhuzamosan, és most próbálják meg utólagosan összerakni a puzzle darabkákat, mind a hatóságok természetesen, ugye nyomozati szakaszban tartanak az események, mind pedig vannak emberek, közéleti szereplők, influencerek, akik megpróbálják segíteni ezt a dolgot, és hát próbálják kézre keríteni azokat az embereket, akikről felvétel van, hivatalos felvétel, hogy ők az események mondjuk szervezőiként, vagy ilyen kvázi kisebb szervezőiként részt vettek. Hogy az eseményekről kell beszélni, ez ugye most vasárnap történt, már szombaton lehetett látni ezres csoportokat Brazíliában, a fővárosban, nem feltétlenül helyi lakosok, ezt ugye most próbálják meg kideríteni, ismeretlen buszok, buszkaravánok tűntek fel a városban, a város környékén, még nem nevesítette egyik hatóság sem, hogy kik bérelték ezeket a buszokat, csak utalás volt rá, hogy ez bizonyos mezőgazdasági érdekeltségű emberek fizethették, tehát olyan államokból érkeztek ezek a buszok, ahol Bolsonaro támogatók vannak túlsúlyban, illetve a fegyverlobbi részéről lehetséges, hogy került kifizetésre ezeknek a buszoknak a bérlése. Tehát ezekkel a buszokkal ezres nagyságrendben érkeztek emberek a fővárosba, akik aztán végigvonultak az egyik fő sugárúton Brazíliában, aminek a végén van egy tér, ahol a hatalmi ágak mind 3 reprezentációja, tehát a törvényhozó, az elnök, illetve az igazságszolgáltatás épülete megtalálható. Ezekbe az épületekbe törtek be, mint egy meglepetésszerűen.
tudták a rendőrök, le volt zárva egy-egy blokk az épületek körül, de annyira gyorsan, amiket ugye lehet látni híradásokban, vagy olvasni, annyira gyorsan történtek ez a hivatalos álláspont az események, hogy nem voltak arra felkészülve, hogy hirtelen ott áttörnek, és hát bementek az épületekbe sajátos módon, fosztogattak, törtek, zúztak. Igazából nem történt úgy személyi sérülés, mint mondjuk a párhuzamba állított január 6-ai washingtoni események kapcsán szerencsére, de hatalmas az anyagi kár, és hát az a kár, amit a demokráciában okozott ez az esemény. Tehát ez történt ugye vasárnap, és ezt követően kezdődött meg a nyomozás, letartóztatások, mintegy 1500 embert vettek őrizetbe, 1200 körül tartóztattak le. A felüket én úgy tudom, hogy már elengedték, idősebbek, illetve olyan egészségügyi állapotban lévő emberekről van szó, akiket nem akartak bentartani, és nagyjából most derülnek ki a különböző kis részletek a háttérről. Arról lehetett tudni, hogy hogyan volt ez a tömeg, illetve az a csoport, aki áttört felfegyverezve, vagy mi volt náluk? Egyszerűen maga a tömegnek a hatása volt az, ami miatt a rendőrök és a hatóságok nem tudták útjukat állni? Igazából szerintem a hatóság részéről a hiba az nagyjából az lehetett, hogy nem voltak rendesen felkészítve ezek a poszton álló rendőrök, a hatóság alacsony rendfokozatú tagjai, akik ott a barikád a kordon mellett álltak, hogy mit kell tenni, illetve mit tehetnek. Nem feltétlenül voltak rendesen igazítva. Ennek kapcsán egyébként, ahogy ön is említette, a volt igazságügyminiszter, aki egyébként a biztonságért volt felelős, már nem miniszterként, hanem egyfajta ilyen helyi államtitkárként, ugye Brazíliában fontos a, nem csak az állami szint, hanem a tagállami szint is. Brazília város az egy ilyen szövetségi körzet, és ott volt ő egy helyi tisztségviselő, aki a biztonságért volt felelős, és hát sajnálatos, vagy hát érdekes módon pont szabadságon volt, pedig lehetett tudni ezekről az eseményekről, és ő elhagyta az országot, és Amerikába ment szabadságra. És amiket már lehet tudni részleteket, hogy ő nem feltétlenül igazította el úgy az állományt, hogy itt mire lehet felkészülni, mire vannak felhatalmazva, tehát egy felkészületlen rendőri sorfallal vagy őrséggel találta magát szembe ez a felbátorított és hát dühöngő tömeg, akik nem feltétlenül voltak felfegyverezve, bár egyébként erről már beszéltünk itt a Hitrádióban, hogy Bolsonaro időszaka alatt megötszöröződött a legálisan fegyvertartók száma Brazíliában, egy-két törvényi szabályozás megreformálásának köszönhetően, de szerencsére nem voltak ők feltétlenül felfegyverkezve lőfegyverrel, késeket azt lehetett hallani, baltákat és hasonló ilyen szúróvágó eszközöket, hogy voltak az elkövetőknél, illetve gránátokat is találtak néhány embernél, de nem voltak ők lőfegyverrel úgy felszerelkezve, ahogy egyébként mondjuk Washingtonban. Ők törtek be, és hát mivel ugye vasárnap volt, nem feltétlenül volt túl sok ember dolgozó az épületben, tehát ők a különböző relikviákat és sajnálatos módon olyan értékeket, kulturális és művészeti értékeket semmisítettek meg, vagy rongáltak meg, amik hát igazából az ő államiságuknak fontos mementói és gesztusai más vezetők részéről. Igazából ezért nem is tudom tenni, ők ugye a haza védelme nevében törtek oda be, tehát ezt nem tudom összeegyeztetni sajnos. A volt igazságügyminiszter ellen kiadott elfogató parancssal kapcsolatban kérdezném még, hogy akkor ezek szerint maga az elfogató parancsot azért adták ki, mert azt gyanítják, hogy együttműködött a zavargókkal valamilyen módon, akár úgy, hogy rést hagyott a pajzson? Igen, itt hát különböző módon fogalmaznak különböző hatóságok, maga az elnök is ugye megszólalt róla, tehát nincsen még ugye nyomozati szakaszban ez a dolog, csak az elfogató parancsot adták ki, és nem tudták igazából meghallgatni Torres-t, ugye Anderson Torres-ról van szó, ha nevesítjük, aki még nincsen Brazília területén, tagad természetesen Twitter üzenetekben mindenféle ellene felhozott vádat, és hát ahogy ön is említi, a hanyagságtól, ami kevésbé büntetendő, egészen a kvázi összeesküvésig terjednek itt azok a vádak, amik eddig elhangzottak, de ugye még elég frissek az események, és úgy tűnik, hogy talán nem minden nyomozati szerv áll a helyzet magaslatán, ha ezt így a hírek alapján le lehet szűrni. Hogyan reagált a kormányzat magára a tüntetésre? Lula miket mondott, hogyan szólalt meg, hogyan beszélt a tüntetőkről? Erről egy picit beszéljünk még. Igen, maga az elnök nem tartózkodott a fővárosban az események idején. Vidéken volt, ahol
áldozatokat látogatott meg, természeti katasztrófa helyszínére látogatott el, azonnal visszatért a fővárosba, természetesen megnézte, tehát ugye a saját elnöki rezidenciáját is felforgatták, de elment mindhárom a helyszínre, és természetesen elítélte az eseményeket, és hát nevesítette is egyébként azokat a szélső jobboldali elemeket, akik hát visszaélve a demokratikus lehetőségekkel, mint hogy békésen tüntessenek az emberek és demonstráljanak, jutottak el egészen idáig, és hát többen kormányzati szereplők terrorizmusnak minősítették, szélső jobboldali terrorizmusnak az eseményeket. Természetesen tényleg nagyon elei szakaszában vagyunk ennek a dolognak, és nem lehet megállapítani, hogy ez mennyire volt tényleg összeesküvés, vagy csak az, ami a közösségi média különböző felületein elkezdett szerveződni, partira szólította fel az embereket, különböző posztokban, hogy hatalmas nagy buli lesz vasárnap Brazíliában, ingyen szállítjuk az embereket busszal, étel és ital ingyen lesz, és biztosítva különböző csatornákon képekkel, poszterekkel, vagy csak sima szöveges felhívásokkal gründolták össze itt az embereket. Nem lehet tudni, ha valóban bebizonyosodik, hogy ez nem egy önszerveződő dolog volt, és az emberek nem is feltétlenül ilyen rombolási szándékkal, csak ilyen önszerveződő és Bolsonaro támogató szándékkal békésen érkeztek, és ott manipulálta őket valaki, tehát egészen ettől a nagyon ártatlan verziótól egészen addig terjednek ugye az elméletek, hogy ezt valóban a háttérből szervezték. Meg itt ugye vannak olyan ráutaló jelek, amiket még egyelőre nem bizonyított senki, hogy Bolsonaro, illetve családtagjai miért látogattak az Egyesült Államokba a választások környékétől egészen ugye mostanáig többször találkoztak Trumppal, vagy a Trump köreihez köthető meghatározó emberekkel, akik a január 6-ai washingtoni eseményekben is részt vettek, tehát egészen az összeesküvés elméletekig, illetve az összeesküvésnek a tényállásáig tartanak ezek a feltételezések, egyelőre tényleg még csak feltételezések, és hát a nyomozás az most folyik. A napokban látott napvilágot az a hír is egyébként, hogy Bolsonaro kórházba került. Ugye egy régebbi szúrt seb, amely a beleit érte, ennek egyfajta szövődményeképpen lehet tudni valamit az ő állapotáról, és egyébként az ő egészségi állapota lehetővé tette azt, hogy mondjuk akár a tüntetések szervezésében, vagy bármilyen befolyással legyen ezekre az eseményekre? Igen, valóban ezt a felesége egy Twitter üzenetben tudta nyilvánossággal, hogy Bolsonaro kórházba került, de nem volt olyan állapotban, nem mentőautóval kellett beszállítani, és nem küzdöttek az életéért szerencsére. Fájdalmakra panaszkodott, ez ugye az a sérülés, hogyha emlékszünk, ami még az ő előző kampánya során sajnos egy támadás miatt szenvedett el, ugye akkor ott volt egy késős támadás ellene, és ennek a szövődményei kapcsán egyébként ő már többször került kórházba elnöksége alatt is, mindig néhány napon belül kikerült és megnyugtatta a brazilokat, illetve hát a világ érdeklődő lakosságát, hogy ő rendben van. Ez is most már megtörtént, ő kijött a kórházból, és én úgy tudom, hogy egyébként Brazíliába is majd a későbbiekben különböző egészségügyi kezeléseknek fogják majd alávetni, tehát ő jól van. Itt felmerültek olyan gyanús körülmények is egyébként, vagy olyan találgatások, hogy hát miért pont abban az időpontban volt ő kórházban, ugye felmerült itt az ő direkt részvétele is az események hátterében, és természetesen az ugye nem vetne jó fényt a brazil hatóságokra, vagy az amerikai hatóságokra, most ugye jelen esetben Floridában tartózkodik, hogy kórházból valakit letartóztatnak. Tehát még ilyen összeesküvés elméletek is megfogalmazódtak, hogy nem is biztos, hogy annyira egészségügyi problémák miatt került kórházba, de a lényeg az, hogy jól van az elnök a saját bevallása szerint is. Ugye hát láttuk, kedden már nyilatkozott sajnálatos módon egy videóüzenetben, amivel én úgy gondolom, hogy tovább szította a brazíliai eseményeket, de ettől függetlenül visszatérve az egészségügyi állapotára, ő már jobban van. A Telexen jelent meg egy cikk ugye a zavargásokkal kapcsolatban, és ott úgy fogalmaznak, hogy a szélső jobboldali zavargásokat agrárbárók is támogatják. Ez alatt mit kell értenünk? Kik az agrárbárók Brazíliában? Igen, ez az, amire próbáltam utalni a buszok bérlése kapcsán. Itt bár nem nevezett meg konkrét személyeket, vagy cégeket, vállalatokat egyik kormányzati forrás sem, de az ügy nyomozásával megbízott kormánytag
Ő úgy fogalmazott, hogy olyan agrárköröket, agráriumban, mezőgazdaságban érdekelt köröket, illetve a fegyverlobbit lehet vélelmezni a háttérben, akik sokat buktak azzal, hogy Lula került ugye az elnöki székbe. Ugye, ha megnézzük az Amazon az területét lefedő államokat, akkor azok az államok hát hatalmas nagy jogi változásokon estek át, törvényi változásokon estek át Bolsonaro idejében, illetve meg kell nézni, hogy éppen most a választások kapcsán kire szavaztak. Tehát Bolsonaro legerősebb támogató államai talán ezek az államok, ahol hát pénzkiesést fog valószínűsítetően eredményezni az, hogy most más került az elnöki székbe. Itt ugye olyan környezetvédelmi, illetve területvédelmi jogszabályváltozások lesznek, illetve a környezetvédelmi hatóságnak a megerősítése most túl a részéről. Ugye már az első napján ezt lehet tudni, hogy ő milyen jogszabályokat, rendeleteket írt alá. Többek között annak az alapítványnak az újraélesztését is megkezdte, ami az Amazonas védelmét hivatott biztosítani. Itt Norvégiát, mondjuk Németországot lehet nagy befizetőként megemlíteni. Ők dollármilliárdokat fizettek az elmúlt mintegy 10 évben az alapítvány hát kvázi megszüntetéséig, ami Bolsonarohoz köthető, azért, hogy ne legyenek fakivágások és erdőirtások. Ezt Bolsonaro nem igazán támogatta, a kormányok visszaléptek, az alapítvány kvázi megszűnt létezni, és nyertek az agrobiznisz, az agrárbárok, ahogy ön említette, mert olyan területekhez jutottak, amik hát kvázi ingyenesen álltak rendelkezésre, ki kellett írtani a fákat, és már is lehet szarvasmarhát tenyészteni a területen. Tehát ezek az érdekek nyilván most elég erős teljesen sérültek. Korábban is már voltak ilyen támogatások, nevezzük őket agrárbároknak az ő részükről Bolsonaro felé, és most lehetséges, hogy ők állnak például a buszbérlések, vagy az ötlet hátterében. Említettük azt, hogy vagy ön említette azt, hogy még ugye frissek az események, nem lépett nyomozati szakaszba az ügy, és éppen ezért még tapogatóznak a hatóságok is, hogy pontosan milyen irányba is induljanak el. Viszont érdekelne azt, hogy önnek mi a véleménye, ha a felelősök előkerülnek, milyen büntetésekre számíthatnak. Például lehet egy olyan hírt olvasni, hogy Bolsonaro vagyonának a befagyasztását kezdeményezte az ügyészség az állami intézmények hétvégi megtámadása miatt. Tehát elképzelhető, hogy ezeknek az eseményeknek Bolsonaro-ra is lesznek ilyen módon kihatásai? Hát én úgy gondolom, hogy igencsak nehézkes lesz azt bebizonyítani, és jogerősen, tehát kimerítve az összes lépcsőt bebizonyítani, hogy Bolsonaro konkrétan direkt állt a háttérben az események megszervezésében, megtervezésében, stb. Én úgy gondolom, hogy még ha neki köze is volt, és azért indirekte biztos, hogy volt. Tehát az általam említett keddi videó üzenetében konkrétan hát támogatta ezeket az embereket, és megint az elcsalt választásokról beszélt, pedig hát ugye már az elnök letette az esküt, tehát rég nem abban a szakaszban vagyunk, még mindig nem ismert el a Lula oldalának, illetve Lulának a győzelmét. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amiben ő valóban hibás, és valóban arra játszott vagy játszik, illetve részt vesz a szélső jobboldali tüntetők feltüzelésében. De én úgy gondolom, hogy konkrétan ő ellene nem állnának meg a mostani ismert információk alapján olyan vádak, hogy őt mondjuk börtönbüntetésre, vagy ez a vagyonelkobzás, hogy ez valóban jogerőre tudjon emelkedni. De úgy gondolom, hogy a már korábban említett volt miniszter, akinek most ez konkrétan feladata lett volna, én úgy gondolom, hogy ő valószínűsíthetően, hogyha ez bizonyítást nyer, akkor büntetést kell, hogy kapjon. És egyébként meg kell nézni a tüntetőket, az ellentüntetőket, ugye volt egy ilyen béke megmozdulás az ezt követő, a vasárnapi eseményeket követő napon, ahol pont azt amellett álltak ki, hogy ne ússzák meg a bűnösök büntetlenül. Itt ugye Brazíliában ennek már hát kvázi hagyománya van, hogy bizonyos események résztvevői általános amnestiát kapnak, és megelőzendő léptek fel ezek a tüntetők, hogy itt ez ne történjen meg, derítsék ki, hogy ki a felelős, és a felelősök kapják meg a büntetésüket. Én úgy gondolom, hogy Bolsonarót ez nem feltétlenül fogja elérni, de érdekes módon egyébként a fiai, akik különböző kormányzati pozíciókban, mint szenátor, stb. Tevékenykednek, még most is tagjai a törvényhozásnak. Érdekes, hogy milyen utakat tettek
bizonyos Trumphoz, illetve a január 6-ai washingtoni eseményekhez köthető figurák, hát lakásai vagy tulajdonai környékén az elmúlt időszakban. Tehát ezt is természetesen nagyon nehéz lesz bebizonyítani. Én úgy gondolom, hogy talán az amerikai hatóságok segítségével közelebb lehet kerülni az információkhoz, a megoldáshoz, de én úgy gondolom, hogy maga a volt elnök nem kerül így veszélybe ilyen értelemben. Jelenleg mi a helyzet? Lehet-e számítani még akár tüntetésekre? A hatóságok tudnak-e ilyenekről, vagy megerősítettek bizonyos kormányzati épületeknek a védelmét, gondolom ezek után? Tehát megnyugodtak-e a kedélyek, vagy még lehet számítani további ilyen zavargásokra? Ez az egyik kérdés. A másik kérdésem pedig így a műsor végezetén, hogy Lula első legfontosabb lépéseiről majd ejtsünk még egy pár szót. Értem. Ha megint csak ugye szólítja a szituáció az összehasonlítást a január 6-ai eseményekkel, jóval békésebb és normalizáltabb a hangulat most szerencsére Brazília fővárosában, mint anno az Egyesült Államok fővárosában. Már igazából a külső nyomokat nem igazán lehet látni, takarítás, restaurálás, rekonstrukció és újjáépítés szakasza van, üvegesek lepték el a környéket ugye a betört üvegek miatt. És ezek a tömegek is elkezdtek, hát vagy ugye a letartóztatások hatására, vagy egyébként is ugye ennek a hát kvázi rendezvénynek lehet ilyen sajnos furcsán fogalmazni, de rendezvénynek ugye vége van, tehát ennek a vasárnapi demonstrációnak, és elkezdtek hazamenni, illetve már nincsenek úgy jelen, mint Washington utcáin. Azok a táborok, amiket említettem, azok részben már felszámolás alatt vannak, voltak is, és már nincsenek ott, tehát elkezdték őket felszámolni, amivel ugye hát nem feltétlenül oldja meg a rendszer a problémákat, mert amiért ők ott voltak, az ugye nem oldódott meg, vagy nincsen megnyugtató válasz rá, tehát azok az emberek biztos, hogy valamilyen módját meg fogják találni annak, hogy ők újra az utcára tudjanak vonulni, de úgy gondolom, hogy az a lépés, ahol nem csak a fővárosban, hanem az államok fővárosaiban is megerősítették a védelmet, az hát arra enged következtetni, hogy remélhetőleg ilyen már nem lesz, még akkor is, ha egyébként terv az van rá, mert a közösségi médiában lehetett látni különböző tweeteket és posztokat, hogy ezt az egyébként Selma névre keresztelt bulit, ami most ugye vasárnap Brazília városban volt, különböző más Velma, Telma és hasonló ilyen szójátékokkal nevezett bulik követnék egyéb nagyvárosokban, de ahogy én ennek utána tudtam menni a közösségi média felületein, nem feltétlenül kapnak már akkora pozitív visszajelzést. Ugye hát ennek a következménye gondolom, hogy ezt hogy kezelték a fővárosba, tehát hogy nincsen igazából esély ennek a pucsnak, hogy siker legyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem oldotta meg a problémát természetesen a rendőrség, mert a kiváltó ok az ugye hát Lula személyében természetesen még mindig ott van, úgyhogy nem gondolnám, hogy el fognak csitulni a kedélyek, de remélhetőleg már nem lesz ennyire hát látványos. A másik kérdésére pedig, hát rögtön az első napon, ahogy említettem, különböző környezetvédelmi lépéseket tett, nem csak annak az alapítványnak, az Amazonas alapítványnak az újraélesztése kapcsán egyébként, hanem ahogy ugye megnevezte a kabinettjét, és külön klíma- és környezetvédelmi ügyi miniszter lesz, ahol egy környezetvédelmi aktivista, aki egyébként mindenféle jogi és egyéb módszerekkel próbált érvényt szerezni a környezetvédelmi kihívásoknak, vagy amiket el akart érni, nevezte ki, illetve jelölte meg annó környezetvédelmi miniszternek. Lesz kisebbségügyi miniszter, aki a bennszülött kisebbségekért lesz felelős természetesen bennszülött kisebbség sorából. Tehát olyan irányokba mozdult el, ami benne volt a választási ígéretei között, hogy a kisebbségeknek, illetve a környezetvédelmére nagyobb hangsúlyt fog fektetni. Emellett természetesen azokat a gazdasági és szociális problémákat is megpróbálta már rögtön első napján orvosolni, ami miatt hát ugye voltak elégedetlenek Bolsonaro időszaka alatt, azok a rétegek, akik középosztályból lejjebb csúsztak, vagy visszasüllyedtek egészen szegénység, négyszegénység soraiba. Tehát itt a Bolsa Familia egy ilyen nagy szociális program volt, támogatási program családoknak, ezt újra visszahelyezte, tehát újra működik ez a program, és már is a kifizetések, én úgy tudom, hogy ha még nem is történtek meg, de elkezdődtek a családoknak, a rászoruló családoknak, tehát megpróbálja a COVID hatásait, COVID gazdasági hatásait is
valahogy jobbá tenni és segíteni a családokat. Ezeket a programokat próbálja megelindítani. A probléma igazából nem is az, hogy ne lenne meg a szándék, és hogy ne akarna beváltani a választás ígéreteit, hanem inkább az, hogy ugye a kongresszus, ha összevetjük a 2003-as, 2010-es két elnökség időszakával, hát szöges ellentétben áll összetételében, akkor többsége volt az őt támogató pártoknak, most viszont éppen a Bolsonaro mögött álló párt ugye a 99 mandátumával a legnagyobb blokk az 513 fős alsóházba, tehát hatalmas nagy problémák lesznek még akkor is, ha ő megpróbál elérni bizonyos dolgokat, hogy azt át tudja vinni, mind az alsóház, mind a szenátus tagjai között, tehát hogy megszerezze a támogatást. Fogel Dávid, Latin Amerika szakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.